Azt sem tudtam, kik lesznek a szobatársaim. Mindent elintéztem magam körül, a családom megértő volt, gondolták, jobb lesz mindenkinek, ha én kicsit elmegyek és elgondolkodok mindenről. Kecskemétről, ahogy haladtam a major felé, potyogtak a könnyeim. Nem tudom megfogalmazni, hogy miért. Izgatott voltam, hogy van-e ott keresnivalóm, kikkel fogok találkozni, hogyan hat majd minden rám. Mire odaértem, vettem egy nagy levegőt, mosolyt elő, smink igazét. Már a bejáratnál annyi szeretetet kaptam, hogy ott is hagytam kívül a kétségeimet. Éreztem, ez jó lesz. Az asszony, az anyád, a pénzed, a meló, a babád. Kifogás óceán, félelem tenger, ez egy apró sziget, hol pár túlélő ember, pont olyan, mint te, tele álmokkal. Aztán találkoztunk egy nagy zátonnyal, és azt mondtuk nem, mire addig igen, hogy felzabál a saját életem. Változni akartunk, boldogan élni, nem a saját lelkünk lassan felélni. Nem önkéntes szolga mások életében, nem megalázva, mindig félre néznem, nem kihasználva, nem terror alatt. Nézd, aki voltál már, mi maradt, pedig ott van benned egy egész világ. Mozdulj meg, nem elég az imád. Sokat vártam, kukkoló voltam, mondhatjuk így, és akkor hát jó pár év eltelt, mindig járt, ma jövőre, és akkor egyszer eljött az a pont, hogy na most elmegyek. Eljöttem, és igazából így hülyének éreztem, hogy úristen, itt ilyen dolgok vannak. Akkor állok szőr a karom, hogy nagyon durva az emberek, a táj, a csend, amikor megérkezel, és akkor látod itt, hogy milyen csodálatos emberek vannak. És tényleg olyan, mintha egy ilyen családba érkeznél, hogy nem ismertem úgymond senkit, egy pár emberre így tartottam a kapcsolatot, és mindig ettől féltem, hogy úristen, mi lesz itt ilyen kirekesztetnek fogom érezni magam, de egyébként olyan volt, mintha már mindenkit ismernék ezer éve. És hiába, hogy nem sok mindenkivel kapcsolódtam az elején, de így bárkihez oda mentem, beszélgettem vele, és akkor úristen, mintha tényleg ilyen, mintha baráti viszony lenne közöttünk. És ez nagyon jó volt, ez így hiányzott az életemből. Szerintem most ezzel engem akar motiválni. Nem, de tényleg fogytál. Rengeteget íztam. Szia! Mindent megettem, amit elém mindent? Tettek. Mindent. Belőlünk egy maréknyi bor marad, egyetlen valódi kincs van, az a pillanat. Ne szalaszd el, nézd, hogyan száll tovább. Éld át, mert nem várhat rád a világ. Egyetlen valódi kincs van, az a pillanat. Ne szalaszd el, nézd, hogyan száll tovább. Éld át, mert nem várhat rád a világ. Ahogy kinézünk az ablakon jobbra-balra, ennek a tájnak az üzenete a csend. A 21. század embere ezt gyűlöli a legjobban, a csendet. A csend ugyanis arra indít, hogy kívülről befele haladj. A csend egy olyan életállapot, amelyben felismered a saját gyengeségeidet. A csend abban segít, hogy begyógyítsd a sebeidet. A csend arra indít, hogy felismerd önmagad, és megismerd magadat. Kicsit hazabeszélek a cégem felé is, hogy Krisztus bennünket éppen erre tanított,
az ő 3 éves tanítói útja során, hogy az élete legnagyobb döntései előtt Jézus mindig elvonult a pusztába. Volt egy 40 napos, amit ugye most nagybőjtként magunk mögött hagytunk, hál' Istennek, és most már húsvét után vagyunk. A 40 napos pusztai vándorlásában Jézus pont ahhoz kért tanácsot, útmutatást és erőt, hogy a 3 évet végig bírja csinálni. Akkor, amikor a 3 évben voltak megakadásai, akkor azt mondta az apostolnak, menjetek előre, én majd megyek utánatok. Még nagy csütörtök este is, amikor tudta, hogy ő neki most már vége, Júdás elárulja, és őnek itt a vég, még akkor is kilépett a város forgatagából, az emeleti teremből az utolsó vacsora volt, kiment a város falakon kívül a Getsemáni kertbe imádkozni. És mit csinált? Azt mondta a tanítványainak, ti maradjatok itt, én elmegyek egy kicsit, hogy egyedül legyek, az Atya és én, a transzcendens és én, a szellemi és én, nevezzük, ahogyan bárkinek tetszik, de ő egyedül akart lenni a csendben. És ott láttuk a Getsemáni kertben Jézusnak azt az emberi mi voltját, mert ő ember volt, hozzánk hasonló a bűnt kivéve, sírt, vért izzadt és félt. Mert tudta jól, hogy ami most következik, az nagyon fájni fog. És azt mondja, hogy ha lehet, hagy ússzam meg. De legyen úgy, Atya, hogy te akarod. És tulajdonképpen ennek az itteni helynek és a pusztának éppen ez az üzenete, hogy vissza kell találnunk ebbe a csendbe, ebbe a nyugalomba, azért, hogy az életed legnagyobb döntéseit jól hozd meg. Hogy az életed nagy választó valajnál, amikor állsz, akkor jó irányba indulj el. Nem lehet úgy, hogy majd lesz valahogy. Legutálatosabb mondata a magyar nyelvnek, hogy valahogy majd lesz. Mondja ezt az, aki egyik napra a másikra ért, céltalan, bolyong, gyűlöli a csendet, nem tud döntéseket hozni, sodródik, szürke tömegember. Tehát, hogy ez a tömegember, ez majd lesz valami. Volt, hogy dolgozott vele már este. Ez engem is inspirált, úgyhogy bevallom, idefelé útközben vetettem úgymond papírra néhány sort, úgyhogy ezt most felolvastam nektek, hogyha gondoljátok. Hogy mi vár rám, itt nem tudtam, de ámulattal vártam. Meg annyi nagyszerű ember, közelébe vágytam. Nem tudom mikor, de valaha érzem, jártam itt. Lehetek ékes intója, mint magjelent körből. Most ülök itt csendben, s tudatommal figyelem. Mikét vett ránk sátrat, béke és a türelem. Köszönet hát nektek, hogy a fogadba fogadtok, lelketek ménesével az egységbe hajtatok. Ez volt 10 éve szerintem. Akkor mondtam, hogy de jó lenne eljönni, de idén nem, esetleg jövőre. Aztán eljött a következő év, hát most esetleg nem biztos, hogy van rá pénzem, aztán a következő évben egy másik kifogás, tehát kerestem a kifogásokat, hogy miért ne jöjjek el, pedig legbelül el akartam jönni. És most volt az az évem, amikor úgy döntöttem, hogy elég a kifogásokból, most szükségem van erre a pozitív energiára, és így végre összeszedtem magam, és el tudtam jönni.
remélem, jól fogok beszélni, és nem őzök sokat. Azt érzem, hogy legyen tánc. Nehéz volt, de döntöttem. Mondjuk az, hogy itt be van parkosítva minden, meg itt ilyen események vannak, ez jó. Hát az utolsó esemény az egy haláleset. Egy nagyon jó barátomnak, aki nagyon-nagyon közel állt Fankához, vagy hát, na, pontosabban, ja, igen. És az ő halála, ami elindította bennem azt, hogy valamiért itt kell lennem. Tehát azt hittem, ez egy program, vagy mint egy fesztivál, tehát csak így leszünk egymás mellett egy kis zene, egy kis program, oda megyek, ahova szeretnék, és nem, tehát ez pont tegnap a naplementét néztem, és mondtam anyának, hogy egyszerűen ez egy olyan közeg, mint a világ vége lenne, és így kiválasztanák tehát nem is tökéletes embereket, de azokat, akikkel dolgunk van még ebbe az életbe. Két év után megérkezett. Hát annyira már mondtam. 12 év... Puskás! Na, tessék! Puskás! Na, itt van az Ervin, aki 12 nap után érkezett meg az elvonlásra, és most átölel itt Tomit, aki 12 év után. De hogyha így csinálunk, akkor arcban nincs sok különbség amúgy. Nincs, olyan 20 éves. Kurva sem. Olyan 20 éves mindenki. Nem, kurva sem. Megmaradt rá a kosztát? Nem. Lélek, matéra. Nagyon sok ember van, én látom, hogy fú, meditálok 25 órát, megvilágosodok, bam, talán még korog a gyomrom, nincs mit enni. Az igazi mesterek valójában ennek a két világnak a tudói. Nem elég, hogyha te meditálsz 25 órát egy nap, 24 órában. És attól nagy mester leszel. Egyébként Buddha, mert mindenki erre is jött. Ugyanez a másik oldal, hogy elfelejted magad, a lelkedet, és csak az anyagra koncentrálsz, és hajtod, az se hoz boldogságot. Valahogy ennek az egyensúlynak meg kell lenni. És ha ez megvan, valójában akkor találod meg önmagad és kívüled. Thank you.
azt kapod, mit kérsz, hanem azt, ami szolgál. Hogy jobb ember lehess, hogy végre megváltozzál. Hogy ne csak rabja légy milliónyi vágyadnak. Hogy adj helyet újra a valódi szárnyadnak. Hogy ne fogjon a pénz, csak te fogd, ami kell. Hogy érezd végre meg, mitől ember az ember. Hogy építeni tudj, eleget romboltál. Hogy bocsáss meg azért, aki valaha voltál. Mindegy, hogy ki voltál, az számít, kivé válsz. Belül szól a zenét, az életed egy tánc. Ha kell sírj egy folyót, csak építs hidat rá. Az élet minden, ki mindenét odaadná. Mindegy, hogy ki voltál, az számít, kivé válsz. Belül szól a zenét, az életed egy tánc. Ha kell sírj egy folyót, csak építs hidat rá. Az élet minden, ki mindenét odaadná. Mindegy, hogy ki voltál, az számít, kivé válsz. Belül szól a zenét, az életed egy tánc. Ha kell sírj egy folyót, csak építs hidat rá. Az élet minden, ki mindenét odaadná. Mindegy, hogy ki voltál, az számít, kivé válsz. Belül szól a zenét, az életed egy tánc. Ha kell sírj egy folyót, csak építs hidat rá. Az élet minden, ki mindenét odaadná. A Feri presszionált, hogy előbb jöjjek, mint ahogy egyébként ideális lett volna, meg ahogy terveztem volna. Utálom ezt mondani, de igaza lett. De nem simogatom az egóját, úgyhogy nem mondtam semmit. Menni akartunk, és akkor utána minden héten volt egy koncert, és elkezdtünk menni így a Feri után. De ilyen több ezer kilométert mentünk egy hónap alatt, tudod, így csillagpontos rendszerbe. És akkor azt mondta ez Feri az egyik helyen, Kunszent Miklóson, ott volt koncert, és mondta, hogy figyeljetek, ne gyertek el minden fellépésre, ezt a kis pénzt tegyétek össze, és gyertek el a tábor, akkor még nem elvonulás, nem tábor, gyertek el a táborba, és mondtuk a Szilvinivel, jó, de a következő koncerten megint ott voltunk, de eljöttünk a táborba is, és akkor, és annyira érdekes érzés volt, hogy ez, ami minden videóban elhangzik, hogy senkit nem ismertem, de mindenki olyan kedves volt, és segítenek egymásnak az emberek. Hiába találkozok valakivel tényleg egy évben egyszer, de akárhogy beszélgetünk, vagy messengeren, figyelj, mintha minden héten találkoznak. Az otthon lévő barátaimmal nincsen ilyen kapcsolatom. Hadd közöljem, jelenleg nem aranykorban élünk. Jelenleg azt mondják a bölcsek, hogy egy vas korban élünk, tehát egy nehezített korszakban élünk. Igen, hát sokféle vélemény van, sokan remélik azt, hogy már egy kisebb új aranykor vagy vízöntőkor kezdődik, de megosztanak a vélemények, mindegy is, hogyha körülnézel, szerintem ez még nem az aranykor. Tehát nem csoda, hogy sok az űrzavar, hiszen ennek a korszaknak a jellemzője az, hogy az ember rövid életű, lelki szempontból lusta, és a nézeteltérés és a konfliktus uralkodik. Ezeket a tüneteket szerintem nagyon jól észlelhetjük a külvilágban, de talán felelős emberként, vagy lelki törekvőként, vagy egyáltalán a világot, az életet jobbító emberként, vagy jobbítani akaró emberként, hát mégiscsak az volna a feladat, hogy egy kis aranykort próbáljunk megcsinálni. A saját életedben, a saját családodban, hogy ott ne ezek a farkas törvények uralkodjanak mindként, hanem egy védett, egy biztonságos, egy,
egy tiszta, egy nemes közeget tudjál teremteni. Ez nem könnyű feladat, de úgy gondolom, hogy a küzdeni erőnk szerint a legnemesbe kért, hát ez egy jó felhívás. Úgyhogy ezt a mikro aranykort, ezt a személyes kis aranykort én szeretném szívből javasolni, hogy mindannyian keressétek erre a lehetőséget, hogy hogyan tudjátok megteremteni. Gyerek voltam, kezemben karddal, láttam a farakás tetején. Éreztem, összetartozunk, bármilyen távol, te meg én. Senki sem érkezik, csak úgy ok nélkül, ebbe a világba. Csak a szeretet lehet, ami az összes próbát kiállja. Érzem a csendet a vihar előtt, tudod, sok múlik rajtad. Mert ha kaptál egy szívet, azt egyszer tovább kell adjad. Csak azt viheted el, amit te ott adtál. Porrá válik a test, jön érte a halál. De marad valami, utánunk egy szikron. Majd rá leel Isten, újra lángra gyújtja. És bárhol keresnéd, a béke benned van. Mosolyogja mostra, mert amar elillom. Mesztelenül ugor, tudatod tovább. Így éld az életed, minden lény javára. Csak azt viheted el, amit te ott adtál. Porrá válik a test, jön érte a halál. De marad valami, utánunk egy szikra. Majd rá leel Isten, újra lángra gyújtja. És bárhol keresnél, a béke benned van. Mosolyogja mostra, mert amar elillom. Mesztelenül ugor, tudatod tavában. Így éld az életem, minden légy a vára. Héjá, 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 ezeket ez a történet. Jó, annyit kérek Dávid, hogy írd fel, aki nincs itt, jó? Csak legyen egy lista róla. Jó? Semmi. Azért tudjuk, hogy ki nem volt itt, jó? Aztán majd lesz itt jövőre is sávozás a sávista, ne aggódjon senki. Várják a közelebből. Húlik a fény is, hűlik a fellek, surrag a villám. Vár feleséget, vár feleséget, fenn a magasban, fenn a magasban. Haza, de hazahoztunk egy rakat pillantást, egy halom ölelést, egy nagy csomó gondolatot, érzést. Leültem és nézegettem az elvonulás folyó hordalékát.
Szinte már szokásunk, hogy nagyot hallgatunk a Majorból kivezető pár kilométeren, aztán valaki mindig megtöri a csendet. A középső fiam a legmerészebb most. Olyan ürességet érzek. Én legszívesebben itt maradnék mindig. Megpróbáltam természetességgel lereagálni szavait, ami enyhén szólva gyengére sikeredett. Megdöbbentem az egyébként PC játékok markában feszülő palántám pálfordulásán. Teljesen meg voltam győződve, hogy kamaszodó fiam idén unatkozott. Nem tudtam egy előadásra sem elcsalni. Nem láttam kortársakkal lófrálni sem. Erre ilyet mond. Semmi sem az, aminek látszik. Oké, ezt megkaptam. Emlékszem a sárga borsú édes illatára. Olyan édes a gyermeked, vigyázz világára. Mert akik irányítják ezt az elfáradt planétát, csak maguknak építenek menekülő rakétát. Minden, amit átélhetsz és tapasztalhatsz áldás, érjen benne tála és kopjon el az elvárás. És hagyd, hogy minden pillanat jó mélyen beléd égjen, mert lesz, hogy felhők leszünk és találkozunk az égen. Részemről van egy ilyen gyakorlati oka is, hogy van ez a mondás, hogy egy falu kell, hogy felnevelje egy gyereket. És akkor ez nyilván így 21. században nem nagyon adatik meg az anyáknak, de itt igen, egy hétre, és ez zseniális. Tehát az, hogy mindenféle szó nélkül, bizalommal, teljesen természetesen, nem tudom én, vigyázunk egymás gyerekére, ugyanúgy tutújgatjuk, mint a sajátunkat, ez nekem annyira jó. Azok a régi szép idők, itt bújnak a mostban, egyszer megérted ma. Csak nézd magad köré, csodák tűze lobban, mindenben ott van. Ahogy mozdul és nevet és öled, és én mindent látok, és figyelek már, mert megélem az álmom, hogy mi legyünk barátok, abból sosem elég. Én több hangsúlyt fektetek arra, hogy közösség legyen az osztályom, hogy egymást támogatva, egymást segítve, a rengeteg játékkal. Már falun sincs meg a bandázás, a grundozás. A városban meg egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy működik ez az egész. A szülőkön is rengeteg múlik, és nem értem, hogy az, aki esetleg ebben nőtt fel, miért nem próbálja terelni a gyerekét is e felé, hogy akkor bandázni együtt. Én azt érzem, hogy kihűltek az emberek, hogy üresek, kihűltek, hogy annyira bezártak a nagyon szűk rétegbe, hogy már nem is tudják, hogy kell nyitni. És az, ahogy én is idejöttem, hogy másfél napig azon gondolkodtam, hogy most tényleg jó az, hogy itt megölelnek, meg hogy itt nyitnak az emberek, nem tudják az emberek kezelni ezt már, mert annyira kihűlt, nem tudták. Felgyorsult világ, technika, egyéb dolgok, rá lehet erre fogni, de hogy lehet, hogy már igény sincs arra, hogy ezt ebben van nagyon szűk kis körben, és ez a baj ezzel, hogy annyira más lenne, hogyha kinyitnák a szemüket, és ezért mondom azt, hogy az osztályomban, ha már három ember lesz a 20-ból, aki nyit, akkor már jobb világ jöhet, jobb világ lehet. Nem tudnak ölelni, vannak felnőttek, fogalmuk sincs, mi az ölelés, akkor hogy lehetne az, hogy ő a gyerekével, vagy akár egy társadalomba beilleszkedve adná ezt elő. Amikor jó, hadd legyen jó, nem kell videó, se fotó, ez csak bennünk, de élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. Amikor jó, hadd legyen jó, nem kell videó, se fotó, ez csak bennünk, de élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. Azóta húlik meg a lányok, meg a tábortűzek, meg ahogy dalok szövegével, tehát a kockás vizet, ahogy szívűvel a Balatonon veszekedünk, aztán a szoba közepén a földön szeretkezünk, ahogy állunk a színpadon és mindenki mondja nájtság, kojsz meg a misi, zsírozzák is már a tárcsát, mondjuk arról van videó, el is van dugva, volt, hogy tőlünk volt angos pár, Hajnali utca, még csak 37 a Feri, de már tele vagyok, mert a lelkem udvarán millió csoda ragyog, és lehet szarnapom van ma, kula az egész, de Feri YouTube bejárt,
néha a szívébe néz, és a csorban állnak válogatott történetek. Becsukom a szemem, és közöttük én fölébredek. Ez nem 3D, és a 8K meg a pixel egyek. Engem csak az érdekel, hogy az itt és mostban legyek. Kamaszként nagyon el tudnának veszni abban a iskolába járunk, csetelünk, játszunk című történetbe. És otthon szinte lehetetlen ebből kiszakítani. Vannak lehetőségeink, a sport, a kirándulások, a családi együttlétek, de itt valahogy elvágunk olyan kötelékeket, amikor itt vagyunk, az teljesen más energiát ad a srácoknak, és önmaguktól teszik le ezeket a dolgokat. Nekem olyan jó volt megélni, hogy nem kellett mondanom nekik, hogy a telefont hagyjátok a szobába. Egyszer csak ott maradt a szobába. Az első nap fogdossuk, második nap már nem annyira. És ez olyan kis apró momentumnak tűnik, de fontos. És a harmadik nap már egy gyíkkal a kezébe jön barni, hogy ezt fogtuk a mezőn. Ez nem történik meg a szobában. A négy fal között. Amikor jó, hadd legyen jó, nem kell videó, se fotó. Ez csak bennünk, te élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. Amikor jó, hadd legyen jó, nem kell videó, se fotó. Ez csak bennünk, te élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. Amikor jó, hadd legyen jó, nem kell videó, se fotó. Ez csak bennünk, te élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. Amikor jó, az legyen jó, nem kell videó, se fotó. Ez csak bennünk, te élni fog, figyelj rám, mert megélni jó. De korán lefeküdött, hogy a legjobb formáját tudja nyújtani másnap, hogy kialudja magát. Mutatom, mi történt éjszaka. Na most nem mutatom meg mind a 8 órát, mert nagyjából el tudjátok képzelni, így tett. Egyre magasabbra. Azt volt egy tetőpont, ottan meg visszafelé. Hát eléggé. De a második fázisban kipihent azt a fáradtságot, amit az éjszaka első fele nyújtott neki. Na, és amikor jött a napocska, s lelögdöste a holdat az égről, kipattant a Jankó szem, oda térepelt a tehen alá, megfogta a tőgyit, húzogatta, csavargatta, addig-addig, amíg egy kis ibrikben egy kis tejecske össze nem gyűlt, sz fölrakta a sparhetra, alágyújtott, meglangyította, egy-két kanál azonnal oldódó kakaóport belelegyintett, azt csomómentesre kevergette, bele a kifléjét, ráharapott, tele lett energiával. És fogta a csengettyűjét, ami még tavaly karácsonykor maradt reálja, a legszebbi csengettyűje volt, és megcsengette volt ekép. Engem úgy nevetek, hogy szívvel csináljam, ami vonz, és tök mindegy, hogy van-e érem, pláne aranye vagy bronz. A részvétel a fontosabban rejlik minden élmény, aztán pár milliárd ember felnőtt valahogy a tévén. Szerintem, ha ide eljön egy gyermek, akkor eleve megkapja az önfeledtséget, a természetben való játszást, a természettel való együttélést, megkapja a szeretetet, elfogadást. Tehát itt nincs olyan szerintem, hogyha egy gyerek oda megy egy felnőtthöz, hogy ő ne foglalkozna vele, ne beszélgetne vele. És nem azért, mert ő az apukája, anyukája, bárki, hanem mert jól esik. Jó, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit a való a kinti világban nem mindig. Inkább nem. Az ajtód előtt áll a képkap, mert nem mindegy, hogy itt valaki vagy csak itt volt. Gyere közelebb, elárulok egy titkot. Az élet nem a lájkok meg a TikTok. A fénnyel az ajtód előtt áll a képkap, mert nem mindegy, hogy itt valaki vagy csak itt volt. Én erről azt látom, hogy még nagyon keveset látok belőle. Neked már két rajkód van, nekem még egy se. De a lényeg az, hogy amit eddig láttam belőle, az úgy szól, hogy ha túl lazára hagyod, nem jó, ha túl szorosra veszed, az sem jó. A középúton van a megoldás, és én azt láttam eddig, hogy amikor a gyerek, mert a gyerek kíváncsi, eszméletlen kíváncsi, ha csak a kérdéseire tudunk helyesen válaszolni, és nem tanítjuk a kis ideológiát, meg az én világlátásom, az én igazam, így csináljad, úgy csináljad, ez nem kell.
de azt, hogy a kérdéseire mélységi, normális, előremutató, minőségi választ adj, az kötelező. Na most, kedves szülők, hányszor érezted azt, hogy a kölköd egy olyat kérdezett, hogy te két várra fektetve álltál az intellektuális tatamin, így vízszintesen feküdtél a kétségeid alatt, és nem tudtál a kölöknek rendesen válaszolni. Tehát az kell, hogy lásd, hogy egy, miért született hozzád alap. Ez a null pont, ez a kérdés. Miért született hozzád? Mi a dolgotok egymással? Ezt a szülőnek jobban kell látnia, mint a gyereknek, mert ha a gyereknek ezt kell tanítania, akkor te valamiről nagyon lekéstél. Valamit nagyon nem vettél észre. Ha meg akarod határozni a gyereket, akkor az egoitását, a saját identitásodra szeretnéd formálni, ez ugyanolyan hiba, mint hogyha nem tanítanád meg, hogy édes kicsi fiam, drága lányom, te most hibáztál, nézd meg, miért, mert sírsz, mert vérzel, vagy másokat sértettél meg. Mások sírnak, mások véreznek a tetteid, a szavaid, a gondolataid, az érzelmeid miatt. Tehát az ok és okozat törvényét érdemes tanítani, miért? Mert az vélemény független. Ha tudsz róla, hanem az működik. Ha szereted, hanem az működik. Hát én azt látom, hogy mihelyt az ok és okozat törvényét, a valóságot, a világot tanítom, és a családon belüli törvény, apukák, anyukák, és a családon kívüli törvény, kedves társadalom, nem különbözik szemléletében, akkor nem zártam el a gyereket a valóságtól. Nem védtem túl. Nem tanítottam neki, hogy a mi családunkban ez lehetséges, de odakint nem. Vagy odakint lehetséges, idebent pedig nem. Tehát ugyanazt a törvényt kell tanítani, ami a világban érvényes, hogy a gyerek ne egy kettős mércét és kettős valóságot tartalmazzon és tudjon. Az ebből való felébredés brutális. És el fogja távolítani a gyereket a szülőtől, amikor rájött, hogy csak azért, mert a szülő jót akart, éppen nem mondott igazat. Nem tanította a dolgok valódi működését. Tehát a középút, a tanítás, nevelés, de nem a meghatározás és nem a parttalan szabadságnak nevezett borzalom, mert az nem szabadság, az a tudatlansághoz való kötődés, amikor mindent megengedsz neki. Azt hiszem, hogy az együttérzés és a bölcsesség együtt nagyon jó, mint a madár két szárnya. Nem leszel túl engedékeny, és nem leszel túl szigorú, és amit én fontosnak látok, és talán a gyakorló szülők visszaigazolhatják, még a legszigorúbb tiltás is egy szeretett térben működik a legjobban. Tehát a szeretett kapcsolat az az alap, ami ember és ember között létezzék. Az az alap, amin keresztül tényleg minden átmegy. Még a legközvetlenebb egyszavas nem is. De közben nem szüntem meg szeretni téged, elfogadni téged, de ezt nem engedem meg. Azért, mert szenvedést okozol vele magadnak és másnak, ezért nem engedem meg, hogy tanuld meg, hogy mi az. És itt szerintem a gyerek nagyon mélyen érzi, hogyha a szülő nem csak az elméjéből, hanem a lelkéből dolgozik. És ne várd, hogy hamar meghálálja. Majd később. Meg a bájajat is elénekelem, persze. Sajnak a... Ezt elölöm majd. Jaki, tetszett kérünk! Gyerekeim a velünk érkező ismerősöket úgy vezették körbe, mintha minden napjukat itt töltenék. Kislányomat, ha napközben nem találtam, mindig tudtam, hogy a kecskéknél meglelem, messze nem kóborolt el. Kell ennél jobb érzés? Szerintem egy szülő részére nem.
az, hogy itt biztonságban vannak, hogy nincsenek kitéve semmi veszélynek, ez megnyugvást ad. Sokan várják, hogy eljön az idő, pedig ő csak megy. Sokan érzik, de mégsem hiszik, oka van mindennek. Sokan tudják, hogy mit kéne, de mégsem teszik meg. Csak telnek a hónapok, meg az évek, és végül őket teszik meg. Sokan várják, hogy eljön az idő, pedig ő csak megy. Sokan érzik, de mégsem hiszik, oka van mindennek. Sokan tudják, hogy mit kéne, de mégsem teszik meg. Csak telnek a hónapok, meg az évek, és végül őket teszik meg. A mostani fiatalok nagyon elzárkoznak mindentől. Annyira csak a számítógép, a telefon, a kifelé mutatott képek, hogy tökéletesnek kell lenni, és egy kicsit el akartam hozni, hogy nem az a legfontosabb, hogy mit mutatunk magunkból, hanem mit érzünk át. Még tinédzserek, úgyhogy nagyon nem akarnak alkalmazkodni, de mégis kellemes csalódás, hogy néha-néha be tudtuk csinálni egy-egy programba őket, és próbálunk neki legalábbis olyan példát mutatni, hogy mik az értékrendek, és itt nagyon-nagyon sikerült szerintem. Jobban mondta, hogy így elmondjam. Ezt a gitárt karácsonyra kaptam, fél éve gyakorolok rajta, de nem vagyok egy nagy gitáros, csak hát próbálkodok vele, mert a fő irány a dob. Kisebbik fiunk, a Nimrod példája a legjobb erre, hogy ugye láttuk, hogy milyen gátlásos volt történetesen pont a Ferivel kapcsolatban. Hát ez ugye mostanra már látjuk, hogy hogy alakult, tehát messziről kiabálja, hogy szia Fanka, szia Feri, ököl, pacsi, ölelgetés. Ennél jobban nem tovább mondani, hogy mit kap egy gyerek. Tehát alapvetően teljes feloldódást kap, illetve hát nekünk ennyire még soha nem volt az, hogy gyakorlatilag felügyelet nélkül szinte. Itt vannak a tábor területén, mindig figyel valaki rájuk, mindig mondják, hogy itt láttuk, arra mentek, ezt csinálják. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem kontrolláljuk őket, de gyakorlatilag egy teljesen felszabadult dolgot. Úgyhogy szerintem teljesen fel tudnak ők is oldódni. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele. Hogy mikor pörög a film, eddig igazi mozi legyen, hangosan nevesen a nézi a világegyetem. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele. Hogy mikor pörög a film, eddig igazi mozi legyen, hangosan nevesen a nézi a világegyetem. Ott tartunk, hogy népünk rengetegféle állarcot visel. Az egyik állarca népünknek az, hogy rendkívül prüdek vagyunk. Nem beszélünk ilyen dolgokról. Mellette pedig Covid-nak köszönhetően pornó nagyhatalom volt nemzetünk, mert hogy olyan szélsőséges a népünk, hogy egy irányban otthon erről nem beszélünk, de a rejtekben, a sötétben pedig pont. Viszont egy dolgot ne felejts. Ma ott olyan világban élünk, ha nem te beszélsz róla, beszél más. De nem biztos, hogy jó lesz az irány. Az, ami kérdés fölmerül benne ezzel kapcsolatban, azt ő meg fogja nézni, Google, vagy bárhol, vagy kortársak, nagyon veszélyes. És onnantól fogva egy olyan elszabadult hajóágyúként fog működni benne ez a dolog, amiben a szülő azért marad ki, mert ő nála ez tabu téma. Klapka György a fővezére, büszkék kiállt a csatatérre. Hajrá, húsárok, utána belőle! De
a mai világban, amit a külvilágban tapasztalunk, hogy zajlik az élet, és az iskolában, hogy viszonyulnak a gyerekek egymáshoz például, vagy a gyerekek a felnőttekhez, hogy viszonyulnak, és oda vissza versa, ez egy teljesen más nézőpont, és egy teljesen más szemléletmód, amit itt megtapasztalhatnak ők is. És ez nagyon-nagyon jó hatással van rájuk, én azt veszem észre, hogy ők is első pillanatban barátkoznak, estig, tényleg késő estig együtt bandáznak, a tábor területén bárhol, tehát sokszor mondták, hogy kérdezték, hogy hova megyek, mondom, keresem a gyerekeimet, mert nem tudom, hol vannak, de nem zavar, tehát, hogy nagyon jól el vannak, nagyon jó. A kis közösségük, amit itt kialakulnak, mikor itt megismerkednek a többi gyerekkel. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele, hogy mikor pörög a filmed, igazi mozi legyen, hangosan, nevesen, ha nézi a világegyetem. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele, hogy mikor pörög a filmed, igazi mozi legyen, hangosan, nevesen, ha nézi a világegyetem. Én azt láttam szakmai szemmel, hogy a gyerekek itt felszabadultak, hogy nyugodtan játszanak, barátkoznak, nincsenek belekényszerítve dolgokba. Én ezt látom, és hogy koszosak. Mert egy városi gyerek nem koszos, de már szerintem egy falusi gyerek sem. És én mindig koszos voltam. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele, hogy mikor pörög a filmed, igazi mozi legyen, hangosan, nevesen, ha nézi a világegyetem. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele, hogy mikor pörög a filmed, igazi mozi legyen, hangosan, nevesen, ha nézi a világegyetem. Mindenkinek megvan a története, és én remélem, hogy neked minél több fér bele, hogy mikor pörög a filmed, igazi mozi legyen, hangosan, nevesen, ha nézi a világegyetem. Akkor, amikor egy nap átlagosan egy gyerekkel 7 percet foglalkoznak otthon, abban a 7 percben nem fog beleférni az, ami segítse őt a túlélésbe. Na most, ha itt valaki földre rogy, és benne van a mocsokba, és nincs képessége a talpra állásban, akkor az a gyerek elveszett. Az onnantól fogva a lejtőn indul lefele. És a lejtőnek az alján a csattanó az nagyon fájdalmas. És ezt látjuk most. Látjuk azt a generációt, amely a jövőnk egyre aggasztóbb, és látjuk, hogy akire a szemünk fénye is mindenben a elkényeztetett gyerekünk, unokánk, stb. És látjuk, hogy mi szúrtunk vele ki a legjobban. Mert hogy nem adtuk meg azt a lehetőséget, hogy valamibe kapaszkodjon.
meg a fölépülés körül elég sokat lehetett hallani egy bizonyos hangot, amiről sokan nem tudták, hogy mi az. Meg úgy el is terjedt, hogy mi ez, de hát igazándiból valaki újak, és hát idén nem nagyon hallottuk ezt a hangot, én nekem legalábbis nem tűnt fel, úgyhogy szeretném nektek bemutatni. Most következik a macska bagoly. Aki nem volt még táboros funkadeli koncerten, elvonulóson, az még nem volt funkadeli koncerten igazán, úgyhogy talán azt mondanám, hogy az a fajta funkadeli koncert és B-terv koncert, amit itt átélek és át tudok élni, ez semmelyik másik koncert nem tudta megadni, mert teljesen máshogy értelmezem a dalszövegeket, amikor 3-4 napja már le van tisztulva az elmém, mint egy hétköznapban. Úgyhogy gyertek el és éljétek meg ezt a funkadeli koncertet itt, mert ez a Mekka. Ott a Dénesnek nem lehet olyan jó ez. Van egy hely, valahol a fák alatt, ahol emlékszem, mindig megvártalak, mert belőled vagyok. Hát elnézést, nagyon jól indult basszom, és aztán elkezdtem gondolkodni, hogy milyen is. De jó volt az elején, nem? Az jön amúgy azok a régi szép időkön? Nem az jön? Mi jön? Az jön, az a négyes. Gyerekek, akkor még nem az. Hála az égnek. Akkor idő utazunk egy kicsit, bemelegítsél arra. Közé mentem, és olyokat találtam, miattuk történt, hogy ezredszerre is felálltam. Az élet hiába lökött el, én megköszöntem, mert azt éreztem, hogy a földre okkal jöttem. Már a látsilag épül, már viszont a patron, óvatos az elhúzás, újra látom kardom. Egy srác a balek közül, tanul a fabrikát, a segít. A begyából védték ki kandikát. Nem volt egy forintunk se, de arra így is felett, hogy kapik mások sor, mindig ömeljön. Elfogt a szél ott messze, de tudom találkozunk. Dilos földet küldhetünk, nem halálkozunk.
kapcsol. Ezért mondom, tanulj hát bármilyen bajból. Figyeld a példám, nézd csak, mindig felállok. Egy nagy világban építek egy kis világot. Egyszer felnősz tesó, ne gondold, hogy nem. Ez nem körhinta, nem is dodgem. Jönnek a napok, élesek fogai. Hiába keresnéd dolgok kokait. A lényeg, hogy érezd az áramlást, adni akarj. Ne akarsz semmi más, nézd az életed veled táncol. Bent láthatsz sokat a kinti világból. Nincs már idő, mert nincs is idő. A szíved egy mag öntözd és kinő. Égig érő, tudattá válik. A főnök a számla és semmi pánik. Csak figyelj rám, mondom, mutatom. 6 éves korom óta én is kutatom. Miért? És mennyi, és onnan is mikor sok fájdalom. Mire lelkünk kifor, a bőség zavara. Nem a barátod, az elméd érjen ezer karátot. Miért nem a ufnágel? Nem mindegy, hidd el az élet csak. Együtt megy, a fiú válogat, a férfi választ. Húzd ki a netet, nézd mit áraszt. A figyelem elterelő, hadd bűveled. Hogy ne fakasz jókor könnyeket, hogy ne láthasd az igazi világot. Műanyag ebédhez, műanyag virágot. A tényektől juss el a valóságig. Hogy ember lettél, piszok mázlid. Óriás törp még egy gyönyörű bolygón, de miért zabálunk annyira mohón? Jó kérdés, nincs rá jó válasz. Egy a dolgot, hogy mindig válasz, ma kezd újra. És ha elbuksz, állj fel egy jó nevetéshez. Mindig társ kell, amit elveszítesz. Az csak a tiéd, mennyire egyszerű, nem is innéd. Elmondom ezerszer is, a lényeg, hogy alkoss. Felfelé segíts mindenkiné, és lefelé se tapos. Elmondom ezerszer is, a lényeg, hogy alkoss. Felfelé segíts mindenkiné, és lefelé se tapos. Isten a tenyerén hordoz, csak néha tapsol. Ezért mondom, tanulj hát bármilyen bajból. Figyeld a példám, nézd csak, mindig felállok. Egy nagy világban építek egy kis világot. Isten a tenyerén hordoz, csak néha tapsol. Ezért mondom, tanulj hát bármilyen bajból. Figyeld a példám, nézd csak, mindig felállok. Egy nagy világban építek egy kis világot. Tudsz játszani, tudok rá, szeretsz is, szeretlek. De tudsz játszani, tudok rá, szeretsz is, szeretlek. De tudsz játszani, tudok rá, szeretsz is, szeretlek. De tudsz játszani, tudok rá, szeretsz is, szeretlek. A tenyerén hordoz, csak néha tapsol. Ezért mondom, tanulj hát bármilyen bajból. Figyeld a példám, nézd csak, mindig felállok. Egy nagy világban építek egy kis világot. Isten a tenyerén hordoz, csak néha tapsol. Ezért mondom, tanulj hát bármilyen bajból. Figyeld a példám, nézd csak, mindig felállok. Egy nagy világban építek egy kis világot. Egy ilyen érzelmi utazást nem tudok elmesélni. Ahogy olyan sok mindent nem tudok már, fogalmam sincs, hogy az a rengeteg tanítás, amit hallottam, az vajon egy napon megérkezik-e hozzám egyáltalán. Nem tudom, hogyan teremnek a pillanatok. Amikor az egész lényem úgy rázza a nevetés, hogy potyognak a könnyeim tőle, nem tudom, hogyan tudnak a napok, a hetek, az évek, akár az évtizedek átszaladni bennem egy szempillantás alatt. Nem tudom, hogyan önthet el úgy a hála, hogy túlcsorduljon bennem. Én nem tudom, hogyan kerültem közétek. És azt sem tudom, mit keresek itt egyáltalán. Fogalmam sincs, hogy méltó vagyok-e arra, amit tapasztaltam ezekben a napokban. Tehát a semmiről gyakorlatilag már mindent tudunk. A mindenről, arról meg mintha egyre kevesebbet értenénk. És úgy hiszem, hogy az analitikus, a szétszedő tudáson túl, hát itt volna az ideje, hogy egy integráló tudásra is lassan szert tegyünk. Mit jelent
ez az összeszedett tudás, ez az információ jellegű tudás, ez a felszínt jelenti. Nyilván nem rossz dolog jól informáltnak lenni. Ez nem rossz. De biztos tapasztaltátok már, hogy gyakorlatilag már elvesztünk az információ tengerében. És hogyha nem tudunk kellőképpen szelektálni, akkor ez szétszedi a tudatunkat. És utána nagyon nehéz összeszedni a tudatunkat, nagyon nehéz egyhegyűvé válni, nagyon nehéz fókuszálni a tudatosságunkat. Márpedig ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz az ember kezében. Mondanom kéne valami okosat? Vagy csak integessél, küldjél puszit. Ilyen sokan még sose voltunk, hogy elértük a plafont. Ettől több emberre már nem tudunk rálátni, úgyhogy innen vagy fesztivállá fejlődünk, vagy maradunk ilyenek, és elárulhatom előre, hogy maradunk ilyenek. Miki, aki itt ült. Ő volt az, amikor itt ilyen zavar volt. Három gyerek volt akkor még, és nem tudtuk, hogy hova. Pontosan négy gyerek volt, a negyedik még a sütőbe, és nem tudtuk, hogy mi van, kaja, hogyan, étkeztetés, és a Boti, aki gluténérzékeny, nem volt valahogy adminisztratív okokból, nem jutott neki koszt. És a Miki, soha nem találkoztam vele, az visszafutott a kocsihoz, és hozott a Botinak egy adag ebédet a sajátjukból, mert hogy náluk is van ilyen érzékenység. Mi egy táboros család vagyunk, a gyerekek állandóan táborban vannak, ez a mi pihenésünk, de ez a tábor, amelyik úgy mindegyik fölött van. Így. Mitől? Mitől? Azt nem tudom. Itt nem kell elaltatni engem, mert itt az első este 8:30-kor már én is alszok velük. Nem tudom, mi az. Komolyan. És ez a Feri meg, nem tudom mikor komoly. A gyerekek itt tényleg kinéznek a telefonból. Micsoda őrület, basszus, érzem a púzusomat. Pedig se a főnök, se az anyus nem. Nincsen jacuzzi, de attól nem is lettem jobban. Úristen, ahogy táncolok, érzem a szívem robban. Mindig mindentől félek, de itt valahogy merek. Ez ugyanaz a bolygó, és ugyanúgy emberek. Nem értem, de pár nap után már nem is akarom. Ahogy kúszom a fűben, csak annyit súg a karom. Köszönöm, újra élek, köszönöm, nem csak vagyok. És ahogy a tábor tűz a szememben mélyen ragyog. Azt érzem, itt a helyem, mint ha újra születnék. Mindenből elegem volt már, de ebből kérek még. Mennyi nagy ölelésnek lettem a kis gazdája. Mert a szeretet útjának tudod, nincsen párja. Alattunk ugyanaz a föld, remeg. Felettünk ott a közösség, ragyog. És jöhet a könnya belül, nevet. Így leszünk neked menedék, a hagyod. Alattunk ugyanaz a föld, remeg. Felettünk ott a közösség, ragyog. És
jöhet a könnyebb elől. Nevet, így leszünk neked Benedék. Mikor kis böcsös voltam, még el ott a táborban. A haverok megéregettől estig a mámorban. Ment a számáború, meg a foci, amíg a nap el nem bújt a táj mögött, és a tábortűz maradt. Ott meg a gitárhangja és a lányok éneke. Mondanám, hogy ez biztos csak az élet véletlene, de én a két szemedbe nem akarok hazudni. Ebben a világban most nagyon könnyű bealudni, álmodni hamis rangokat, értéktelen értékeket. A háló mélyen saját magadat régóta mérgezed. Én azért kezdtem el, mert senkit nem érdekelt már. Mikor nem egy smiley, hanem egy igazi mosoly vár. Lepke állóval fogtam össze én itt a lelkeket, akik az életüket úgy élik, valamit kezdenek. Ha már megkapták a testüket és bele az elmét, a lényeden keresztül énekeld el a refrént. Alattunk ugyanaz a föld, remek, felettünk ott a közösség. Ragyog, és jöhet a könnya belül. Nevet, így leszünk neked Benedék. A hagyod, alattunk ugyanaz a föld, remek, felettünk ott a közösség. Ragyog, és jöhet a könnya belül. Nevet, így leszünk neked Benedék. A hagyod, tudom mennyi helyen jártál. Neked nehéz újat mutatni, emlékezz rám, mire vágytál. Boldogságra vagy csak múlatni, az órak egyek, de mi várunk. Itt senkit nem hagyunk hátra, a fény magja szunnyad benned. Bújjon hát ki már a világra. Alattunk ugyanaz a föld, remek, felettünk ott a közösség. Ragyog, és jöhet a könnya belül. Nevet, így leszünk neked Benedék. A hagyod, alattunk ugyanaz a föld, remek, felettünk ott a közösség. Ragyog, és jöhet a könnya belül. Nevet, így leszünk neked Benedék. A hagyod, tudom mennyi helyen jártál. Neked nehéz újat mutatni, emlékezz rám, mire vágytál. Boldogságra vagy csak múlatni, az óra ketyeg, de mi várunk. Itt senkit nem hagyunk hátra, a fény magja szunnyad benne. Bújjon hát ki már a világ.